A vádirat szerint a férfi 2019 óta élt házasságban a feleségével. A férfi és a felesége közötti kapcsolat a közös gyermekük születése előtti időben kezdett megromlani, egyre többször veszekedtek, mivel a nő próbálta rávenni a férjét, hogy külső segítséget vegyen igénybe a nehézségei rendezéséhez. A Jászlóskuszónak vármegyei főügyészség védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés büntette miatt emelt vádat azzal a 45 éves szegedi férfivel szemben, aki a vádirat szerint 2019 óta élt házasságban a feleségével. A vádirat szerint a kapcsolatuk a közös gyermekük születése előtti időben már megromlott, mivel a feleség próbálta rávenni a férjet, hogy problémái rendezéséhez külső segítséget vegyen igénybe. Családi problémáik azonban ezt követően sem rendeződtek, 2022. márciusától vitáik állandósultak, házasságuk válságba került. 2022. november 15-én a férfi feleségével és gyermekével Szegeden tartózkodott, amikor a korai éjszakai órákban közte és a felesége között hangos szóváltás vita alakult ki a kapcsolatukat illetően. Ezután a feleség a hálószobába ment lefeküdt és elaludt. A férfi éjfél után bement a hálószobába, és az ott a hálószoba ágyán alvó feleségének mellkasára térdelt, két kézzel megragadta a nyakát, és addig szorította, míg a nő már nem mozdult. A férfi cselekménye közben a nőt az ágy és a fal közötti résbe a padlóra sodorta. A nő a helyszínen az életét vesztette. A gyermekük ekkor már a lakás másik szobájában aludt, a cselekmény nem észlelte. Az ügyészség a büntetlen férfival szemben fegyházban letöltendő szabadságvesztés büntetésre, közügyek gyakorlásától eltiltásra és a feltételes szabadságra bocsájtás lehetőségéből történő kizárásra tett indítványt.